Ahhoz, hogy megtervezzünk egy öntözőrendszert, fontos tudnunk, hogy mekkora a nyomás és a vízhozam a vízforrásban. Ezeknek a meghatározásához szeretnénk néhány fontos praktikát mutatni az elkövetkezendő percekben. A vízforrásunk alapvetően kétféle lehet, vezetékes víz, vagy pedig valamilyen felszíni, illetve felszín alatti víz, melyből egy szivattyúval nyerjük a vizet. Felszín alatti vizeknél nyilván fúrt vagy ásott kútról van szó, hogyha felszíni víz, akkor pedig akár tó vagy tározó, de szintén szivattyúval fogjuk biztosítani az öntözőrendszer vízellátását. Abban az esetben, hogyha vezetékes vizet használunk, akkor a helyi vízmű szolgáltató biztosítja számunkra a vízhozamot és a nyomást, amelyet sajnos mindenképpen meg kell mérnünk, hiszen adott területenként változó, és arra két módszer létezik. A professzionális egy karakterisztika mérő műszer, amely két részből áll, egy nyomásmérő órából, illetve egy átfolyásmérő vagy térfogatáram mérő részből. Hogyha ezt csatlakoztatjuk egy kerti csaphoz, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogyha a karakterisztika mérő felső részén lévő csapot teljesen elzárjuk, és ez a csap pedig teljesen ki van nyitva, tehát a főcsapunk, akkor egy statikus nyomás értéket fogunk kapni, ami a hálózatnak a statikus, tehát gyakorlatilag elzárt csapnál mérhető nyomását mutatja. Ez most jelen esetben 6 bár. Amint elkezdjük megnyitni ezt a csapot, és megnő a vízátfolyásunk, akkor itt egy skálán leolvasható az adott vízmennyiség. Ez most jelen esetben körülbelül 16-17 liter per percnél áll, és a nyomásmérő óránk pedig most 3 báron. Hogyha még jobban kinyitom, akkor a nyomásunk lecsökken nullára, viszont a vízmennyiségünk az felmegy akár 22-23 liter per percig. Ez most az adott kertben. Természetesen ez máshol lehet 50-60-70 liter per perc is. Tehát azt nagyon lényeges tudnunk, hogy nem azt a nyomást kell megmérni, amit elzárt csapnál mérünk. Itt is nagyon jól látszódott a különbség, hogy amikor teljesen el volt zárva mindkét csap, akkor 6 bárt mutatott. De az a 6 bár, az igazából, ahogy elkezdtük a vizet fogyasztani, rögtön lecsökkent, már 16 liter per perces vízfogyasztásnál is csak 3 bárt mutatott. Ez azt jelenti, hogy például ezeket a szórófejeket, amiket itt a kertbe helyeztünk el, úgy tudnánk telepíteni vezetékes vízre, hogy 16 liter per percet ne haladja meg az egy zónára felhelyezett szórófejek vízfogyasztása, mert amennyiben ez meghaladja, akkor a nyomásunk 3 bárnál alacsonyabb lesz, ami már nem optimális a működéshez. Természetesen nem kell megijednünk, hogyha nincsen kéznél egy átfolyásmérő óránk, hiszen ez nem fordul elő minden háztartásban. Nagyon egyszerűen egy olyan szerelvényt érdemes összeraknunk, tehát ezt most, mintha nem is lenne itt, hogy a főcsap után legyen egy nyomásmérő óra, és utána még egy csap. Így aztán, hogyha kinyitjuk ezt a főcsapot, és addig zárjuk el, amíg pont 3 bárt mutat az óránk, van egy adott űrtartalmú vödrünk, és megmérjük, hogy mennyi idő alatt telik meg. És 37 másodperc alatt telt meg a 10 literes vödrünk, ebből már egy egyszerű számolással kiszámolható, hogy mekkora az a vízmennyiség, amelyet 3 báron kapunk. Egyébként ez körülbelül pont az előzőleg is már megmért 16 liter per perc. Szöntöző rendszereket sokkal gazdaságosabb egy kútról üzemeltetni, és ehhez is szeretnénk néhány tanácsot nyújtani önöknek. Szivattyús rendszerek esetében némileg egyszerűsödik a helyzetünk, hiszen az a jelleggörbe, vagy az a karakterisztika görbe, amit az előbb vezetékes víz esetében meg kellett mérnünk, az már rendelkezésre áll a gyártók adatai alapján, tehát minden egyes szivattyúhoz a gyártó megadja az egész jelleggörbét az adott szivattyú típusnak, így könnyedén számolhatjuk a számunkra megfelelő munkapontokat. Egy munkapont az adott vízmennyiség mellett mérhető nyomásértéket mutatja, és természetesen minél nagyobb a vízmennyiségünk, annál kisebb nyomást ad az adott szivattyú. Ha esetleg egy régóta meglévő kútról van szó, és nem ismerjük azt a maximális vízmennyiséget, amit a kút biztosítani képes, akkor érdemes inkább egy próbamérést végezni egy szivattyúval, és meghatározni azt a vízmennyiséget, amit még tartósan biztosít a kutunk. Hiszen hogyha túlterheljük, nagyon túlzottan nagy vízmennyiséget veszünk ki a kútból, azzal nem csak szárazra fut állandóan a szivattyú, hanem a kutat is nagyon könnyen tönkre tehetjük.